őszi egészséghetet tartottak a Szivárvány óvodában. Az óvoda tagóvoda vezetőjét, Huszkáné Tóth Ildikót kérdeztük a részletekről. Őszi egészséghetet tartottak a Szivárvány óvodában, erről kérdezzük Huszkáné Tóth Ildikót, a Szivárvány óvoda tagóvoda vezetőjét. Köszöntöm! Mit is tudhatunk erről az egészséghétről? Mivel készültek a gyerekeknek, és milyen programok voltak ezek? Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és hát az egészséghétről szeretnék akkor egy pár szót mondani. Október 19-től 22-ig rendeztük meg idén is. Ez a programunk egy olyan program, ami évente, mindig periódikusan, évszakonként megismétlődik, tehát ősszel, télen és tavasszal is jelen van a munkatervünkben és az esemény naptárunkban, és mivel ugye maga az óvodánk profilja és egy mozgásos, egészséges életmódra neveléssel foglalkozók hangsúlyozottan, ezért számunkra ez nagyon fontos program sorozat, ezek a hetek, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a mozgás és az egészséges életmód az, ami a gyerekeknek a későbbi fejlődését nagyban befolyásolja, az, hogy hová tehát merre irányítja a gyerek figyelmét, tehát hogy a mozgás az egészséges életmódra valóban később is oda tudjon figyelni, és ezzel egy minőségi életet tudjon az élete folyamán majd élni, és ezeknek a szokásrendeknek tulajdonképpen a legfontosabb alapja, hogy már gyerekkorban ezt a gyerek megtapasztalja, megélje, és ebből kialakítson egy szokásrendszert, amit majd későbbiekben is használ. Ezért próbálunk mi is mindent megtenni azért, hogy minél jobban megalapozzuk ezeket a készségeket, képességeket a gyerekeknél, és nem beszélve arról, ugye, hogy most ebben a pandémiás időszakban is elsősorban a legfontosabb, úgy gondolom az, hogy az egészségünkre, a megfelelő étkezésre, a vitamindús táplálkozásra, a mozgásra minél nagyobb energiát és figyelmet fordítsunk, mert azt hiszem, hogy a megelőzés mindig a legfontosabb, tehát hogy az embert egy betegség úgy találja meg, hogy egészséges, jó immunrendszerrel rendelkezzen, és akkor nem lehet akkora baj. És a gyerekeknél is ezt próbáljuk ugye súlykolni, hogy minél több egészséges dolgot fogyasszanak, és hogy az miért kell, és miért jó nekünk, ha sokat mozgunk, miért jó, ha sokat kirándulunk, miért jó az, hogyha egészségesen táplálkozunk. Tehát erre szoktuk felfűzni ezt a hetet. Most is ez történt. Egyrészt, amit mondtam, hogy ugye ez egy ciklikusan mindig megjelenő program, heti program, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek ez nagyon fontos, hogy ezek a dolgok mindig megjelenjenek, és ez egy állandóságot ad a számukra periódikusan, és egyfajta biztonságot is, mert tudja, hogy mi lesz azon a héten körülbelül, mi várható. Tehát a témák változnak mindig, hogy mivel foglalkozunk éppen, de az, hogy van benne egy kirándulós nap, van benne egy sportnap, gasztrónap, sokszor mese, ilyen különféle logikai játékok, stb. Ez mindig megjelenik. Ez most is így volt. Tehát hétfőn, 19-én minden csoport elmehetett kirándulni valahova. Hát ez ugye, ez mivel, hogy most a helyzet úgy adta, hogy csak ide a környékbe lehetett elmenni a városban, ezért játszótereket választottunk, ki távolabbra ment, ki közelebbre, és vagy csak éppen tett egy nagy sétát, főleg a kisebbek, az óvoda körül, vagy az óvoda épület együttese körül, de minden esetre az volt a lényeg, hogy kicsit kiszabaduljunk, rálássunk arra, hogy attól függetlenül, hogy egy pici városban vagy élünk, azért ennek is vannak olyan részei még, ahol lehet, hogy ő még nem volt, vagy csak ritkán jut el. Kedden nagyon jó volt még
lehetőség arra, hogy egy sportnapot megrendezzünk. Nagyon jó volt az idő még kedden is, hétfőn is, ez egy ragyogó napsütés volt kedden is, és a sportpályán Ovó bácsi, Horváth Attila és Sejben József segítettek, mint ugye abban, hogy összeállítottak a gyerekeknek egy pályát, amin végig lehetett járni, mozogva, mindenféle természetes mozgásformát kipróbálva, és utána pedig egy kis játék, egy labdajáték várta még a gyerekeket. Nagyon élvezték ez is. Ez is a délelőttöt ölelte föl. Szerdán volt egy ilyen csoportforgós nap, amiben volt egy kis egészséges életmóddal kapcsolatos mozizás, volt egy kis tánc egy másik csoportba logikai játékokat játszottak, a következőbe sportág választó, az a neve egy ilyen játék, ez is mozgásjáték, meg ki mit tud a sportágakról, milyen sportokat ismer, stb. Itt is voltak logikai játékok, puzzle játék, stb. Tehát ez az, ami kicsit több rétű volt egy napra vonatkozólag, és mindenki megjelent mindegyik csoportszobában, és ott mindenki részt vehetett az összes tevékenységi formában. Csütörtökön pedig, mivel ez volt azon a héten az utolsó nap, ugye az ünnep előtt, gasztronapunk volt, amit már akár szerdán is elkezdhettek a csoportok, készíthettek, volt, aki gyümölcssalátát, volt, aki zöldségsalátát, volt, aki valami műzlis dolgot készített, leveket, különféle egészséges dolgokat, egészséges, alig ismert gyümölcsöket, mint például a gránátalma, ami a gyerekek számára azért annyira nem ismert, tálaltunk föl, és ezekből válogathattak a gyerekek, nagyon-nagyon élvezik ezt a délelőttöt, tényleg szívesen kóstolgatnak, szívesen próbálgatják, hogy mi az, ami ízlik. Hát ha nem ízlik, nem kell megenni, tehát nem erőszak, viszont bármiből kóstolhatnak, bármit megízlelhetnek, és hát ha egyszer csak rákapnak ezeknek a dolgoknak az ízére, és már maguk is igényelni fogják, vagy meg fogják szeretni. Tehát így telt el ez a hetünk, sok élménnyel, sok humoros, vidám perccel, és úgy érzem, hogy mindannyian jól éreztük magunkat. Ez minket is úgy felszokott dobni, úgy érzem, szeretjük ezeket a heteket, szeretünk benne tevékenykedni, és tényleg megvan a csoportok közötti összhang is, hogy ezekben az időszakokban összeszervezzük azt, hogy ki mit csinál, ne legyenek ugyanazok a programok egy-egy csoportban, ugye ne ugyanazokat a gasztronómiai finomságokat készítsük, amit egy másik csoport, tehát ezekre mi is odafigyelünk. Még amit szeretnék mondani, hogy idén most szűrővizsgálatok nem voltak, azért sem, mert ugye védjük mi is magunkat, nem nagyon szívesen engedünk be közénk most olyan embereket, aki esetleg behozhat valamiféle betegséget, akár akaratlanul is. És ezért nem voltak most szűrővizsgálataink. Bővül a kistelegi piac. Farkas Kingőnyi intézőt kérdeztük a részletekről. Bővül a piac Kisteleken, erről kérdezem Farkas Kinga ügyintézőt. Köszöntöm, mit is tudhatunk erről a bővítésről? Üdvözlöm! Ez egy projekt keretében valósul meg a beruházás. A projekt a TOP 113-16-os pályázati konstrukció a helyi gazdaságfejlesztési felhívás célkitűzéseihez kapcsolódik. Ennek az átfogó célja a fenntartható, egy belső erőforrásokra épülő, gazdaság élénkítő és foglalkoztatás ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. Ez az átfogó cél. Az önkormányzat célja a helyi piac bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag értékesítésére, a lokális igényekre támaszkodó helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon történő elérhetővé tételére, és
az ismertségének, ezeknek a termékeknek, illetőleg az elismertségének a javítására. Nem mellékes az, hogy a beruházás által lehetőség nyílik ugye a helyi termékeknek az előnyeinek a kihangsúlyozására. Egészségesebb élelmiszerek jutnak el a lakosság részére, lehetőség nyílik kedvezőbb árak kialakítására, illetve fontos szempont, hogy a termékek nem több kézen keresztül jutnak el a fogyasztóhoz, vegyszermentesek, illetve bio jellegéből adódóan hosszabb távon is az egészség megőrzésében szerepet játszik. Közvetlen célként ugye egy agrárlogisztikai centrumot kíván kialakítani az önkormányzat. Az infrastruktúra kialakításával az épület komplexum a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatásának érdekében. A raktározás, hűtvetárolás, osztályozás, csomagolás tevékenységeknek egy kiváló helyszínéül szolgálhat. Mindezen tevékenységek folytatására alkalmas területen kívül két üzlethelyiség hűtőkamrákkal felszerelve, valamint egy piaccarnok létesül, szabadtéri árusítóhelyekkel, közlekedőterekkel, parkolóval, valamint kerékpártárolóval. Természetesen létrejön szociális blokk az előírásoknak megfelelően, és iroda a tevékenység irányításához. A kivitelezés vonatkozásában fontos, hogy az építési beruházás 80%-on is túlmutat már. A helyi piac működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése szintén előre haladott állapotban van. A színvonalas tervezési és kivitelezési munkának köszönhetően úgy gondolom, hogy városképi jelentőséggel fog bírni ez az épületkomplexum. Mikorra várható a piac elkészülése? Maga a beruházás 100%-os készültségi szintjét 2021. január 15-re tervezzük. Ezt követően február 22-e az az időpont, amit még érdemes megemlíteni, mert ez lesz a projekt fizikai befejezésének határideje, amikor már a használatba viteli engedélyek is várhatóan meglesznek. Természetesen csúszás lehetséges. Mikulás csomagokat osztottak a Kistelki Általános Iskola alsó tagozatosai számára. Az adományozót, Kurucsai Szabolcsot és a Mikulást kérdeztük. Mikulás! Mikulás! Kedves Mikulás! Gyere már! Minden gyerek vár! Krumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó! De a virgácsó gyereknek nem való! Mikulás! Mikulás! Kedves Mikulás! Gyere már! Minden gyerek vár! Mikulás csomagokat osztottak a mai napon itt Kisteleken az általános iskola alsó tagozatosai számára. Erről kérdezem Kurucsai Szabolcsot. Köszöntelek. Hogyan is jött ez az ötlet, hogy csomagokat osz? Hát úgy kezdődött, amikor szakács lettem 2 évvel ezelőtt, akkor azt gondoltam, hogy mi lenne, hogy azon a karácsonykor főzőskéznek itt a gyerekeknek valami ételt. És ez össze is jött, és azt gondoltam, hogy már főzőskézem, akkor már mosolyt is csináljuk az, amikor valami ajándékot is szeretnék nekik adni, és az volt az első, amikor ajándékoztam őket, mondjuk is csomaggal. Tavaly megint csak ugyanígy történt, az idén pedig ugyanígy terveztem, csak még annyi volt az apropó, hogy hívtam volna bűvészeket, meg hívtam volna, tök klassz esti programot raktam össze, csak közben szólt ez a nyavajás vírus. De azt gondoltam, hogy ez nem ronthatja el az embernek a kedvét, és az a csodaszép gyerek mosoly, amik ilyenkor jönnek, meg az a jó energia, az nagyon kell, és ez jó dolog ajándékozni is, főleg gyereket. És így gondoltam ezt, hogy mi lenne, ha az idén Mikulás hívnám magammal segítőnek, hogy legyen valami kis apropója az egésznek, ha már nem lehet annyira bent ünnepelni, és bent enni és bulizni a gyerekekkel. Idén csatlakozott hozzád a Mikulás is, mennyivel volt így másabb ez a találka? Már le is szerződöttem jövőre.
Sokkal jobb volt. Nekem nagyon-nagyon tetszett, és az, hogy a gyerekek énekeltek, egész más volt. Tehát mindig minden rosszban van valami jó, és ez tényleg igaz. Az, hogy nem lehetünk bent, az, hogy vírushelyzet van, az egy, az egy dolog, de egész más volt, mint az eddigi megszokott, és nagyon jó volt ez a mosoly. Hát nagyon jó volt a gyerekeket látni. Még hogyha csak ilyen körülmények között is. Szerintem nem ez a, nem ez a lényeg, hanem az, az adni, meg kapni, meg ez az egész szeretet, meg ez a, és nem csak karácsonykor kell persze jókodni. Mit tapasztalt a Mikulás? Őt is köszöntöm. Milyenek voltak a gyerekek? Tündériek voltak a gyerekek, igazából alsó tagozatosok, úgyhogy én még az ő szemükben láttam azt a fényt csillogni, amit szeretek látni. Nagyon szép énekeket mondtak, verseket is hallottunk, és hát igazából énekelve távoztak. Milyen csomagot kaptak a gyerekek, és nagyjából hány gyereknek tudtál ajándékozni? 32, most mindig túl akarom lépni magam, tavaly 20 gyerek volt, most 32, és édességek voltak a csomagban, gyümölcs és papírírószer. Ezeket köszönhetem a kisteleki vállalkozóknak, köszönhetem az Élelmiszerbanknak, köszönöm mondjuk egy Farkas Laci kerekesszékes barátomnak, és ha már nem döntöm, akkor köszönöm mondjuk a Vitamin Szigetnek, akkor Cékus magánvállalkozónak, és egy pár embernek, aki segítette ezt, hogy minél több minden lapuljon és férjen ebbe a csomagba, és mondjuk az árbosszegyesületnek is. Mint Mikulásnak mennyivel volt másabb ez az év? Hát az idei év egy kicsit furcsább volt, én is iparkodtam kevesebb személyes kontaktust kialakítani, és az ablakon keresztül sikerült meglátogatni csak a gyerekeket, tehát az ablakon keresztül integettünk egymásnak, így ajándékoztam meg őket. Talán így egy kicsit nehézkesebb volt, ugyanakkor volt a dolognak egy másik oldala, hogy sokkal több idő maradt, és idén sokkal több kisgyerekhez tudtam ellátogatni szerencsére. Nincs még vége a látogatásomnak, még ezután is még megyek majd néhány kisgyereket személyesen fölkeresni. Gyerekeknek pedig azt üzenném, hogy ugyanilyen jó kis gyerekek legyenek, mint az idei évben voltak, és akkor jövőre is találkozunk majd. És mindig egyre több gyerek kap ajándékot, főleg amikor ilyen szuper jó felek és aranyosok és cukik, és így tudnak örülni. Így van. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek A Baksi Kuckó Biztos Kezdett Gyerekház szakmai vezetőjét, Balogh Gábort kérdeztük a nemrégiben alakult gyerekházról. Nemrégiben alakult a Kuckó Biztos Kezdett Gyerekház itt Bakson. Erről kérdezzük Balogh Gábor szakmai vezetőt. Mik az első tapasztalatok a gyerekházról? Az első tapasztalatok többnyire pozitívak, tehát minden nap járnak hozzánk a 0-tól 3 éves gyerekek, szülői felügyelettel, és igyekszünk sokszínű programokat kínálni számukra. Mi a fő cél igazán ennek a gyerekháznak, és mi a célközönsége? A biztos kezdett program elsődleges célja az az óvoda érettség növelése a gyerekek számára, továbbá a szülői kompetenciakészségek erősítése. És emellett nyilván a gyerekek fejlesztése is, mind a beszédfejlesztés, mind a mozgásfejlesztésre hangsúlyt fektetünk. Továbbá igyekszünk egyfajta szülői közösséget teremteni. Egy olyan légteret, ahol a szülők jól érzik magukat, közben a gyerekek játszhatnak, és különböző programokon vehetnek részt. Mely az a korosztály, ami leginkább látogatja a gyerekházat? Az elsődleges célcsoportunk az a 0-tól 3 éves korosztály, tehát a bölcsödéskorú gyermekek. Ugyanakkor nyilván tekintettel vagyunk arra is, hogy itt vannak nagyobb korú testvérek, tehát külső gyerekként óvodáskorú gyermekeket is szívesen fogadunk. Mennyivel másabb egy ilyen gyerekház, mint például a bölcsöde vagy az óvoda? Hát nyilván az óvodától a korcsoport tekintetében tér el. A bölcsödétől pedig annyiban, hogy itt a gyerekházban folyamatos szülői felügyelettel jöhetnek a gyerekek, illetve vehetnek részt a programokon.
Tehát itt nem is cél őket elválasztani a szülőktől, itt az is fontos cél, hogy a szülők folyamatosan jelen legyenek, itt a közösségben részt vegyenek a foglalkozásokon, kézműves tevékenységekben, tehát ennyiben más, mint egy bölcsőde. Milyen programok vannak itt a gyerekházban? Külső szakemberek járnak hozzánk gyerekeket fejleszteni. Jár hozzánk egy gyógypedagógus végzettségű személy, valamint egy zenepedagógusunk is jár hozzánk heti rendszerességgel. És ők tartanak nagy sikerű foglalkozásokat. A gyerekház épülete felújításra került nemrégiben, erről mit tudhatunk, mik kerültek felújításra? Igen, éppen az első hullám idején került sor egy teljes körű felújításra, az épület kívül belül megújult, ez egy önkormányzati épület, és energetikai korszerűsítés zajlott le, ezzel párhuzamosan eszközbeszerzés és új játékok beszerzése történt, tehát azt mondhatjuk, hogy az épület sokkal inkább színvonalassá, családbaráttá vált ezáltal.